A járványhelyzet a középiskolákban az érettségi időszakot is komolyan befolyásolja, kizárólag írásbeli vizsgákat szerveznek majd május 4-e és 21-e között. Ezeket az alkalmakat természetesen csak szigorú előírások mentén tarthatják meg az intézmények. A vizsgák a nagyobb tárgyakból reggel 8 óra helyett 9-kor kezdődnek, ezzel is szeretnék elkerülni, hogy a tanulók egy időben utazzanak a 8 órára munkába érkezőkkel. A Makói József Attila gimnáziumban idén 4 osztály 95 nebulója vág neki az érettséginek. Oroszné Kopányi Katalin intézményvezető szerkesztőségünknek elmondta, már egyeztettek a tanárokkal, hogy kik vállalnak ügyeletet, és már megtették a szükséges előkészületeket, valamint arra is kitért, hogy mire kell leginkább odafigyelni. Az intézményvezető helyettes és a technikai dolgozók segítségével pedig átnézték a termeket, hogy a rendeletben előírt biztonsági intézkedések melyik tesz eleget, így fölmérték a termeinket, a létszám és a legalább másfél méteres távolság a vizsgázók között. Ezeket le is mérték a kollégáink, tehát éppen erről van szó, hogy azért van maximum 8 fő nálunk egy teremben. Hozzátette, folyamatos az információ áramlás az oktatási hivatal, a minisztérium és a tankerület oldaláról, mindenben az előírtak szerint járnak el. Az épületben folyik a takarítás és a fertőtlenítés, ez nem lesz másképp az érettségik időszakában sem. A diákokat úgy várjuk, hogy készfertőtlenítő lesz már a bejáratnál is, úgyhogy ezzel már kezdjük az első lépést a biztonság érdekében. A következő pedig az, hogy a vizsgák alatt is folyamatos lesz a fertőtlenítés, tehát ugye a vizsgák ideje alatt a diákok elhagyhatják a termet, a mosdóba kell menniük, úgyhogy a mosdó biztonságára különös figyelmet fordítunk, illetve a vizsgák lezárása után is újra fertőtleníteni fognak és takarítani fognak a technikai dolgozók. Az intézményvezető kiemelte, az érkezés során figyelnek majd arra, hogy fokozatosan menjenek be a diákok az iskola épületébe, valamint arra is, hogy a tanulók csak a vizsgák időtartamában tartózkodjanak ott, ugyanis nagyon fontos, hogy elkerüljék a csoportosulásokat. Oroszné Kopányi Katalin úgy fogalmazott, a fenntartó részéről minden segítséget megkapnak, szájmaszkok, gumikesztyűk és fertőtlenítőszerek formájában ahhoz, hogy biztonságos keretek között bonyolíthassák le az érettségi vizsgákat.